formában várja a csapat a mérkőzést. Én azért a Veszprémi meccset szerettem volna megnyerni, és nyilván az lett volna a legfontosabb, hogy ott azon a meccsen tudjunk nyerni, hiszen a rájátszás miatt szükségünk van minden egyes pontra, és kíváncsian várom, hogy az egy pont, amit ott szereztünk, az mire lesz elég. Jó állapotban van a csapat, nem elkerülnek a sérülések, úgyhogy azt gondolom, hogy rendben vagyunk. Mindenféleképpen egy feszesebb védekezés kell, mint az előző mérkőzésen. Nagyon dekoncentráltak voltunk. Reméljük, hogy a mai mérkőzésen ezt sikerül kiküszöbölni, és egy jó mérkőzést láthat a közönség. Egy szöglet után megszereztük a vezetést, utána nagyon sokáig kontrolláltuk a mérkőzést. Aztán az első fél közepén kaptunk egy elkerülhető gólt, de úgy gondolom, hogy az első fél idő rendben volt. Koronics Márk harmadik és Szatmári Ákos idénybeli első bajnoki gólja után féltávnál döntetlenre állt a PTE a Sötétmezes Deac otthonában. A pécsiek ősszel győztek ebben a párosításban, egy újabb aranyai sikerrel pedig nagyon távol került volna a felsőházi rájátszás a Cívisvárosiaktól. Megszereztük az első gólt, és kicsit nyugodtabbak lettünk a meccs folyamán, de igazából a meccs, hát nem tudom, hogy mondjam, a meccsnek a menete az végig ugyanaz volt. Van nálunk volt a labda, próbáltunk letámadni, ők elrúgdosták az összes labdát, aztán próbáltunk ebből labdákat szerezni, meg labdát tartani, amennyire tudtunk. A Deac a 26. percben tudott fordítani a csapat legeredményesebb játékosának, Tóth Attilának köszönhetően. Ez már a sokadik olyan mérkőzés, amikor nem hisszük el, hogy nekünk itt van kerestivalónk. Meg kell érezni ezt a vérszagot, és utána abból pedig győzelemre vinni a mérkőzést. Csak úgy, mint a Veszprém elleni 3-3-on, a PTE-vel szemben is a 29. percben Harmati Tamás révén szerezte meg a harmadik gólját a Deac. Ezúttal viszont ez 3 pontot ért, amivel a csapat feljött a 6. helyre a bajnokságban. Ha szeretnénk közhelyeket pufogtatni, kötelező győzelem, mindig a legnehezebb a kötelező győzelem, és hogy az ellenfél megnehezítette a dolgunkat. Nyilván, tehát nekünk dominálni kellett a mai mérkőzésen, labdabirtoklásban sikerült, nagy nyomást tudtunk helyezni az ellenfélre, nagyon kevésszer tudták kihozni a labdát, lehet, hogy rúgtak 3-4-et kapura, tehát ha így nézem, akkor sikerült azt játszanunk, amit terveztünk, és a 3 pontot terveztük, tehát örülök.